Hát először is a beállítást, ugye, amiről az előbb szó volt, azt most megpróbáljuk berajzolni. Legalábbis a lépéseket megmutatom, hogy hogyan kellene ezt a kis beállítást berajzolni. Az első lépés az természetesen, ugye volt szó erről a kis nézőkéről, ez egy kompozíciós készüléknek lehet nevezni, amivel meg tudom határozni, körülbelül mit férjen bele a papírba, mit lássak, mi az, amit én meg akarok valósítani. Ugye ezzel a mozgással én ezt nagyon szépen tudom követni, ha eltolom, akkor nagyon nagyítom, hogyha közelítem a szememhez, akkor kisebb lesz. Hát én most körülbelül egy ilyen változatot komponálnék meg, ugye természetesen szélesebb, mint magasabb, tehát a papírt is részére a szélességében fogom használni. Itt látjátok a táblán a tesával felrakott papírt, ami egy kicsit érdesebb, ilyen kanzon 11-13-as papírt szoktunk használni, természetesen, ha nem durva a papír, akkor bármelyik jó. Egyet talán a dipát most ne használjuk, mert ugye az nagyon sima, és azon majd a későbbiekben a tónus nem fog szépen megjelenni. Ezen a papíron viszont igen. Na nézzük meg akkor ezt a kompozíciót. Én úgy szoktam csinálni, meg úgy is szoktuk elmagyarázni, hogy az ember az egyik kezével tartja ezt a kis nézőkét, a másikkal meg rajzol. Nem mondanám azt, hogy firkálunk, inkább azt mondanám, hogy egy megfigyeléssel szépen körülbelül bele rajzolnám, hogy mi az, amit én meg akarok nézni ebből a beállításból, amit én létre akarok hozni, meg akarom rajzolni. Arra figyeljetek, hogy a ceruzát hogyan tartsuk. Ugye az biztos, hogy a ceruzának a tartása, mint az írás hasonló volt, csak egy kicsit többet látunk belőle, hogy lássuk is azt a vonalat, amit le akarunk rajzolni, és a másik, hogy nem mozgatjuk a kezünket, tehát egy egyenes vonalat nem ilyen kis keresgetve rajzolgatunk meg, hanem mintha egy ilyen merev lenne a csuklón, be lenne mondjuk gipszel kötve, vagy be lenne gipszezve, és egy ilyen merev mozdulattal rajzoljuk a vonalat. A nevében is benne van, hogy rajzoljuk, tehát keresgetjük. Hát nem egy vonallal rajzolunk, mint a gép, hanem szépen megpróbáljuk megkeresgetni ezt a dolgot. Tehát a beállítást elkezdem rajzolni, körülbelül ez lenne az, amit én meg akarok valósítani, hogy a táblán vagy a papíron már valami meg is jelen. Na most ettől a perctől kezdve, ugye ez körülbelül egy ilyen 4-5 percnél többen legyen, körülbelül el tudom rajzolni, mi legyen rajta, és a következő lenne az, látjátok, hogy nem baj az, hogyha én mellé rajzolok valamit, az se baj, hogyha rossz lesz. Az a lényeg, hogy próbáljuk egy olyan kapcsolatot keresni a beállítással, hogy állandóan figyeljük, lerajzoljuk. Tehát kész a vázlaton. Körülbelül látszik, hogy hogyan helyeztem el, és most erre egy szerkezetet fogunk rárakni. Ebbe már a helyes perspektívát is bele kell rakni, hogy ugye a vonalrajzot meg tudjuk rajzolni. Az első lépés az, hogy keresünk egy olyan mértékegységet, amivel mindent meg tudunk mérni. Ebben az esetben, ha megnézzük a beállítást, itt látjuk a kockának az élét. Ez körülbelül valahol itt helyezkedik el. Ezt kinevezzük egy ilyen úgynevezett etalonnak, és ezzel tudunk méricskélni. A mérés az mindig nyújtott kézzel történik. Ugye érdemes egyik szemünket becsukni, és a másik, hogyha látjátok, függőlegesen tartom a ceruzát, hiszen hogyha így fognám, akkor valószínű, hogy nem lenne normális mérete. Tehát azért kell kinyújtani, hogy mindig ugyanazt tudjuk mérni. Tehát először megmérem a magasságot, ugye, hogyha ezt körülbelül megnézem, 1 és 1 félnél egy picit nagyobb lesz a magassága az egész
beállításnak a szélessége balra az lesz az egy és egy kevés, tehát körülbelül egy ilyen ekkora méret, tehát valahol itt lesz a széle, és a másik széle az pedig kicsit kisebb lesz, nem sokkal, az körülbelül valahol itt van. Na most ebből látszik is, hogy körülbelül jó helyen lenne, hogyha még egyszer megmérjük, azt mondja, hogy egy, és körülbelül itt van, ez pedig itt van. Én arra gondolok, hogy egy kicsit el tudnám tolni. Tehát, ha ez nagyon nagy lenne, tehát kilógna a sorból, ugye ebben az esetben megbeszéltük, hogy egy picit körülbelül itt lenne a teteje, az még jó is lenne, de ha túl nagy lenne, akkor én ezt az egyenest egy picit kisebbre venném. Ha nagyon elmenne jobbra, akkor egy picit elhúznám balra, vagy ha nagyon elmenne balra, akkor elhúznám jobbra. Na most ettől a ponttól kezdve használhatjuk a táblának azokat a lehetőségeit, ami az egyenes húzásához fontos. Eddig nem mozgattuk a táblát, ugye, hiszen egy kapcsolatot kellett teremteni a beállítással, most már nyugodtan lehet tehát. Azt mondom, hogy egy ilyen kis merev mozdulattal meghúzom, lefixálom ezt az egyenest, azt mondom, hogy ez itt van, ez az egyenes, és meghatározom a horizontomat is. Hol van a horizontom? Ugye a szemmagasságomban, ebben az esetben ez körülbelül egy ilyen 3/4 egységre van. Ha tudjuk, akkor behúzzuk, elforgatjuk, és akkor húzunk egy párhuzamos, ha nem, akkor megnézzük, hogy fölötte van, vagy benne, hol helyez, és ezt megpróbáljuk megjegyezni. A következő lépés az az lenne, hogy egy jó kockát rajzolunk. Hogyha egy jó helyes kockát arányában helyeset tudunk rajzolni, akkor igazából oda se kell néznünk, már mindent meg tudunk rajzolni, hiszen ezek abban a rendszerben, de a két irány pontos rendszerben vannak elhelyezve. Még ami nagyon fontos, hogy ez egy olyan kocka, ami általános helyzetű, tehát minden, hogyha megrajzolom, akkor felismerhető, hogy ez egy kocka. Tehát nem lehet egy téglalapot rajzolni, hanem muszáj lenne egy kockát rajzolnom. Na most függőlegesen tartom a táblámat, ugye most ilyen mázlim van, mert két székem is van, ugye, és ezzel a mozdulattal meg egy ilyen csúsztatással meg tudom keresni az irányokat. Hát ez többszörre kell, hogy sikerüljön, tehát nem kell, és ezt egyenest végig rajzosan tovább tudom húzni. Akár a másik irányokat is meg tudom keresni, ezek is futnak horizont irányzomba, és jönnek a másik oldala is. És hogyha megnézitek, a vázlatomnál már vannak olyan vonalak, ami az nagyon könnyű kapcsolódni, tehát az ember meg tudja jegyezni. Egy üres papíron ezt nem tudjuk. Tehát ott csak mellé tudunk húzni, és állandó javítgatásra. Ha nagyon jól megfigyeljük, akkor igazából könnyen meg is tudjuk elsőre is, tehát hogyha jó a szemünk, megkeresni ezeket az arányokat. Ugye a következő lépés az az lenne, hogy hát amire még oda tudunk figyelni, hogy minél többet látunk a kocka egyik oldalában, jelen esetben a bal oldala lesz, annál lejjebb lesz a sarka, a másik pedig annál följebb, hiszen minél kevesebbet látunk belőle, az elkezd ugye felfelé, ugye húzódni, a másik irány az pedig az egyenes felé fog közeledni. Na most, hogyha ugye nyújtott kézzel megnézzük a szélességét, átfordítjuk a függőlegesbe, és meg tudjuk jegyezni, ezek olyan kis távolságok, amit egy kis gyakorlattal nagyon könnyen meg tudunk keresgetni, és egy ilyen visszaméréssel már tudjuk is, hogy hol lesz a széle,
megint csak bele tudok húzni az egyet. Akkor jön a másik oldala, a másik oldalát is meg tudom nézni, azt mondja, hogy 1 és 2, ezt is meg tudom jegyezni, hogy körülbelül a 2 az ott fölötte lesz, és itt keresek egy olyan távolságot, ami kétszerre bele fog férni. Ugye? Tehát valahol itt fog megjelenni ez a távolság, és már is. Nagyon kell arra figyelni, hogy mi nem azt akarjuk, hogy ugyanolyat rajzolunk, hanem megközelítsük, hasonlót rajzolunk. Na most ettől a ponttól kezdve már majdhogy nem kész is van a feladatunk, hiszen már csak azt a hátsó élt kellene megtalálnunk, amit, hogyha nagyon meg tudunk figyelni, itt a kis kocka, hátsó csücskét is meg tudunk keresni, körülbelül valahol itt fog megjelenni. Hát ebbe az egyenesbe. Ezt ide bele tudom húzni. Na, akkor a következő. Ugye elfutó irány az valahol oda megy, a másik irány valahol oda megy, és nyugodtan el lehet fordítani a táblát, hiszen az a lényeg, hogy egyenest húzzunk. Aztán a következő irány, ugye nagyon keveset látom belőle, ha megfigyelitek, és aztán a másik irány is, ami utahorizontra. Tehát nagyjából meg is van az, a kockának a váz része. Hogyha megnézzük, akkor egy nagyon érdekes dolog jön, hogy ugye, mivel mi jobban belelátunk ebbe a hátsó részbe, ennek a hátsó falnak szélesebbnek kell lenni, mint az elsőnek, és hát ebben az esetben ez így is van. Ha fordítva lenne, az már nem lenne jó. Valószínű, hogy még itt egy kis lapítást kell rajta véghez vinni, mert ugye össze kell ezeket tartani, arra kell figyelni, hogy ezek az élek azok egy-egy irányba tartsanak. Amiből keveset látok, ugye az közelebb lesz, amiből messze, ez majdnem párhuzamos egy kis összetartása. Na most ettől a perctől kezdve most már csak bele kéne rakni azokat a dolgokat, amik még ott körülötte vannak, amit oda mértünk. Tehát, hogyha én ezt megnézem, ezt ide tovább tudom húzni ezt az irányt is, és hogyha megnézitek, itt van egy olyan prizma, ami igazából egy ilyen felezővel könnyű szerrel meg tudok keresni. Például ugye itt tudok húzni egy ilyen felezőt, ennek a híknak a felezőjét, amit valahogy itt jelenik meg, ezt jó halványon, tehát nem kell nagyon erőteljesen, akár itt is tudok egy ilyen kis nagyobb halványot behúzni. És hogyha ezt a kettőt összekötöm, nagy valószínűséggel, ennek is horizont irányba kéne futnia. Aztán ezt is meg tudom keresni, és ezt a felezőt szintén meg tudom keresni, és ezeket is be tudom húzni horizont irányba körülbelül. Ugye van egy nagyon érdekes dolog, hogyha megnézzük, ez a tükrözés, ami egy nagyon fontos dolog. A tükrözés az, hogyha nekem van egy négyzetem, ezt megfelezem, ezt átjelölöm, ezt az egyenest ide, akkor megkapom még egyszer ugyanazt a négyzetet. Hogyha én ezt elfelezném, hogy egy ilyen felezővel, és ezt jelölném át, akkor itt is megkapnám a felezőt. Ez a térben is működik, tehát hogyha ezt a veszük a négyzetlapnak az alját, ugye hiszen ez már ezen a síkon jelenik meg, ugye, és ezekkel a felezőkkel igazából kiterjeszthetjük ezeket a dolgokat, méghozzá úgy, hogy fut horizont iránypont, fut horizont iránypont, és akkor csak át kéne tükrözgetnem, és már is megkapom ugye ezt a felet. Vagy hogyha innen előre akarok jönni, vagy
ezt is akkor már ide is tudom rakni. Tehát így a térben majd, hogy nem oda se kell nézni, de arra figyeljetek, hogy ezek olyan valószerűek legyenek, tehát nem mértani, hanem inkább hogy a perspektív dolgokkal lenne fontos, ugye, hogy összejöjjön. Ha ránézünk és úgy látjuk, hogy jól néz ki, akkor azt hagyhatjuk, ha nem, akkor egy kicsit tudunk rajta mindig változtatni. Na most nézzük meg, ugye ebben az esetben én ezt is át tudom jelölgetni, ezt az irányt, hogy ez valahova ide kerül, és keresgetem. Tehát nem kell nekem konkrétan belehoznom semmit, ez valahogy itt fog megjelenni. És ebben az esetben, hogyha én ezt megfelezném ezt az első lapját is, meg akár ezeket az oldalakat is, hogyha látjátok, megfelezném, akkor ebben az esetben ugye valahol itt már megjelenhet ez a prizmának a fel. De nekem nem ez kell, ugye, hanem még arrébb, ugye a térbe egy kicsit tovább mászkálom vele, és akkor innét vissza tudom ezt hozni, akár ezt is tovább húzom, valahol itt jelenik meg, és ebben az esetben ugye valahol talán ez egy picit kisebb lesz, itt jelenik meg a ennek a vizmának a vége. És akkor ezt már megint csak meg tudom jelölni. Tehát ez valahol itt helyezkedik el, a másik vége az ebben az esetben egy nagyon közel lesz, és már is megkaptam ezt rajzolni. Na most nézzük meg még itt a másik oldalán, ugye hát látjátok, ez itt a szélére kicsit ide szélére ír, de semmi gond, majd a tónussal még azon tudunk variálni. Aztán jön a másik rész, ugye itt ezt a hátsó lapot kellene nekem megfeleznem, a közepét is megkeresem. Ugye ebben az esetben fogjuk látni, hogy egy, kettő, valahol itt jelenik meg, és ezt is tudom horizont irányba húzni. Látjátok, hogy azért most már elég sok vonalon van, egy ilyen nagyon egyszerű kis rajznál, de ebben az esetben nagyon fontos, majd kibányászunk belőle, hogy mi az, ami nekünk ebben az esetben fontos lesz megnézegetni. Na, kérem szépen, akkor ebben itt lesz ez a másik él, és már is meg tudom kapni ennek a fekvő vasárnak a szélét. Ugye, hogyha én ezt itt tovább vinném, akkor már megkaptam a másik végét is, ami ide fut, és ebben az esetben ugye azt a véget is, amit nem látok. Ez nagyon fontos, hogy az alapokat mindig fel tudjuk rakni, hogy miből alakul ki. Na most nézzük meg, ugye itt a tetején még van nekem egy kis kockám, de hogyha itt az alját nézem meg, itt lesz ennek a kis kockának az a vetülete, ugye itt az aljának a vetülete, tehát az alapjának a vetülete, ezt akár ide fel is tudom húzni, tehát nagyon egyszerűen meg tudom keresgetni, és egy ilyen térátlóval, ugye itt jelenik meg, már is meg tudom határozni az első élét is. Na most, mivel ez egy két iránypontos perspektíva, és ami előttünk van, az egy, ugye, hogyha megnézzük, itt még torzulás nincs, hiszen nem ültünk nagyon közel hozzá, tehát ez a 4,5-szeres távolság egy ideális. Ebben az esetben ugye a méreteket egy az egyben fel tudjuk mérni. Tehát, hogyha a közepén látjuk 1 meg 1 az 2, a 3 is megjelenik,
Ugye itt is egy megegy az kettő, megegy az három, az valahol itt van, és itt a hátsó rész is egy megegy az kettő, megegy az három. Ebben az esetben már csak arra kell figyelni, hogy ezek befussanak a horizont irányvonal elmesen. Tehát egy ilyen nagyon pici rálátásom van, így. És akkor most megnézhetjük, hogy mi történt ebben a rajzban. Tehát egy picit megerősítgetem, nagyon nem kell, főleg azt, amit látok. Ugye itt lesz egy ilyen első él. Látjátok, és még más kocka se kellett hozzá. Aztán ezt biztos, hogy látom, ezt a vonalat. Látom ezt a vonalat is. Érzékletesen, tehát nem kihúzom, hanem csak úgy megint erősítgetem. Ide húzom, akár meg is tudjuk fordítani, ugye szerint az a lényeg, hogy egyeneseket, függőlegeseket húzunk, de ha valakinek ez gond, akkor meg is tudja így mérni. Tehát oda rakja a ceruzáját, hogy tényleg függőleges. És ez mindig fontos is, hát még egy olyan lehetőség van, hogy az ember feláll, és messziről megnézi a beállítását, és akkor sokkal jobban lehet látni azokat a torzulásokat, amit, minthogyha az ember úgy belelátja magát a rajzába. Akkor ugye itt ez a hasáv is megjelenik valahol, ez a fekvő hasáv, ebből körülbelül ezt látjuk. És ugye itt ebből a prizmából is fogunk egy sokat látni, ugye itt is a függőleges meghúzzuk, és körülbelül ez az, ami megjelenik belőle, talán többet nem is kell. Még egy érdekes dolgot lehetne csinálni, ebben az esetben gondolnám, hogy talán leültetném az egészet egy ilyen kvázi talajra, ezt akár csak magunknak is választani, ugye, tehát akár lejjebb is lehetne rakni, följebb is, akár itt mögötte is, lehet, hogy szebb lenne, hogyha valóban ide rakni. Ugye ez a talajnak a vízszintességét és a háttér függőlegességét jelenik. Most itt mindjárt láttok is ilyen jó fehér labirt, itt érdemes itt a gatyán kicsit megtisztogatni, és akkor egy nagyon picit át lehet radírozni. Nem kell erőteljesen, csak épp, hogy egy kicsikét, ami már úgy zavar minket, mert maradhat is, hiszen majd a tónushozásnál, ami a következő részben fog megjelenni, akkor lehet beszélni úgy, akkor már ezek nem fognak minket zavarni, hiszen rámegyünk majd tónusra. Ha meg igen, akkor azok nagyon erőteljesen ki lehet majd radírozni. Még itt mutatok ugye egy ilyen gyúrható radírt, ami a tónushozásnál használhatjuk, ugye ezt mindig be kell előtte szépen gyúrogatni, akkor van egy fekete radírom is, ami jó puha, és hát még ezek az eszközök, a snitzer, amivel szépen csak óvatosan egy szép hegyes ceruzát lehet készíteni. Hát egyelőre erről ennyi, úgyhogy jön majd a következő lépés ezután. Kétféle alaptónussal fogunk dolgozni, vagy érdemes megtanulni, mégpedig azért, mert ezekkel nagyon gyorsan lehet felületeket felrakni. Vannak még különböző tónusok, de azt majd a későbbiekben érdemes elsajátítani. Egyelőre az alaptónusokat, tehát van egy úgynevezett vonalas tónus és egy porózus tónus.
Ugye mind a kettő ezt a két irányt használja, ezzel lehet a leggyorsabban a felületeket betömni. Az egyik az arról szól, hogy ezeket a vonalakat aránylag sűrűn egymás mellé pakolgatjuk. A másik pedig oda-vissza húzogatással, majd lehet, hogy a hátteret azzal fogjuk megcsinálni, de ugyanazzal a két irányjal tömjük be a felületet. Amire oda kell figyelni, hogy a ceruzámat aránylag 45 fokba tartom, hiszen a papírom egy kicsit ilyen rücskös. Tehát, hogyha én csak ilyen laposan tartanám, akkor a rücsöknek a tetejét érné el, és egy ilyen kis moharés felület jönne létre, nem lenne szép. Nekünk az a lényeg, hogy egy ilyen bársonyos szép felületet hozzunk létre, tehát a hegyes szög tartással ezeket a kis mélyedéseket is nagyon szépen bele tudjuk rakni. Egyre figyeljetek, hogy nem érdemes megnyomni, csak nagyon a végén, hiszen hogyha én kisimítom ezt a rücsköt a papírból, azon a grafit nem nagyon marad meg, hanem egy ilyen csúnyább, csillogó felületet hoz létre. Tehát ott odáig jutottunk, hogy most ezt a beállítást kéne megrajzolnunk tónusosan, tehát a rajz az már kész van, tehát azzal már semmi problémám nincsen. Most egy tónus vázlatot viszek fel. Tehát a vázlat is arról szól, hogy nagyon sok helyen megindítjuk a tónusozást, akár még nem is kell teljesen a helyére rakosgatni. Ugye itt egy elég nagy felületek jönnek létre, aránylag gyorsan, tehát a vázlat, emlékeztek a legelején is, a vázlat az egy gyors 5-6 perc, a tónus vázlat is szerintem 5-6 perc alatt, vagy maximum 10 perc alatt létre lehet hozni, tehát csak ezt a két irányt tartom, ugye, és itt mozgatom a kezemet. Ha valaki gondolja, akkor akár a kis ujjabb ügykével, vagy a tenyérélével, vagy hogyha nem, akkor papírt is oda lehet rakni, de az csak a vége felé ajánlom, mert ugye az is csak időt, nem látjuk egyre az egészet talán arról beszélni. Na, és akkor ugye itt is valami megjelenik, ezeket az árnyékokat bátran rá lehet húzni, ugye, mert ezt körülbelül úgy látja az ember, és aztán itt is valami megjelenik, vagy ezen is valami kis egyszerű tónus. Itt talán ez is zavaró lesz, ezt kiragírozzuk, ugye, tehát valahol. Ugye, tehát kérdés, áronvés, ceruzával fölpakolgatjuk. Akkor a következő rész talán itt a hátteret is megindítjuk egy kicsit. Nem kell mindent megcsinálnunk egyelőre, csak az indítása fontos. Tehát, hogy el tudjuk képzelni, hogy mi lesz majd megrajzolva ezen a bizonyos beállításon. Itt is a háttérrel is foglalkozunk egy kicsit. Aztán nézzük csak meg most akkor, mi történt. Ja, és még itt vannak árnyékok is. Most erről picit kéne beszélnünk, ugye, hogy ezt majd aki ide fog járni, az biztos, hogy fog tanulni majd az árnyékszerkesztésről. Egyelőre nálunk, ugye az ábrázoló geometriából fogjátok tanulni, de akik nálunk rajzolnak, az általában tapasztalati úton a látványt fogjuk megrajzolni mindig. Tehát a látvány alapján az árnyékokat is. Hát annyit azért lehet mondani, hogy vannak súrlófények, ugye például itt a tetején ez egy ilyen súrlófény. A legvilágosabb az mindig ott van, ahol eléri a fény, tehát oda nem is fogok rakni semmit. És
akkor jön az önárnyékos felület, de hogyha megnézitek a leállítást, ugye itt kontrasztok lépnek fel, majdnem sötétebbre érezzük, mint igazából a sötét, a vetett árnyékok jelennek meg. Például itt nagyon szépen lehet látni. Na most akkor következik a kidolgozás, tehát most felületeket felpakolgatni, érdemes több felülettel létrehozni, tehát nem egy erőteljes nyomással, hanem több felületet hozunk létre, és figyeljetek arra, hogy unyorítva nézzük, mert akkor nem azt tesszük észre, hogy tényleg valamilyen kis kosz jelent meg rajta, hanem a lényeget, hogy miért is van ez a beállítás, hogy mi a téri dolgokat megismerjük, és jól meg tudjuk tanulni. Tehát akkor pakoljuk csak fel ezeket a túlusokat, mert ezt a két irányt, ugye említettem, hogy a háttérrel fogunk egy kicsit a tónus, a porózus tónussal, de ugye egy ilyen rücskösebb papírnál óvatatlanul, vagy egy kicsit ilyen porózusabb, vonalasabb felületjön létre. Tehát itt már látjátok is, hogy itt egy kontraszton van, egy erősebb vonal, hiszen ezt meghúztuk, megpróbáljuk bele korsan szépen ezt a felületet. Ezt ide belerajzoljuk. Nem baj az, hogy egy kicsit túlmegyünk rajta, hiszen van radírunk, és le is tudjuk majd radírozni ezeket a felületeket. Érdemes nem ilyen nagy vonalakat húzni, hanem hogyha megnézitek, itt kb. 3-4 cm-nél nem érdemes többet, ezt könnyen meg tudjuk, különben már akkor a karunkat is kéne használni, és ez tényleg fáradtságos. Munkával lehetne létrehozni, inkább ilyen amor formában itt-ott nekiállunk, és akkor összemossuk ezeket a felületeket. Arra figyelünk, hogy a rányomás az mindig körülbelül egységes legyen, hogy ne legyen benne egy-két ilyen erőteljesebb odakapott vonal, mert akkor nem lesz szép a felület. Itt látunk is benne egy erősebb vonat, ezt én előtte ki fogom radírozni, hogy ne zavarjon, és akkor végigjöhetnek ezek a felületekben. Hát ez most egy ilyen kicsit mellósabb vész következik, tehát ezeket a felületeket meg kell tömni. Na de nem fogom az egészet megcsinálni most, hanem csak megindítottam, hogy lássam én is, hogy miről van szó. Jön a következő, ugye itt is van egy ilyen kis rész, ezt talán könnyebb is belerakni. De az, hogy én most már lássam is, hogy miről szól az egész, ugye ezt látjuk, hogy ez most egy kicsit a kontrasztnak erőteljesebben látszik. Mindjárt mögé lépek, mert itt viszont együtt kell egy kicsit összemosni ezt a felületet. Ugye, és akkor itt nézzük meg ezt a porózus részt, oda-visszahúzom, és a ceruzával kopik, akkor mindig tudok majd egy kicsit forgatni, de hogy ne az a bizonyos lapos felületet túlsúlyozzon. Tehát most már itt látjuk, ugye, hogy akár itt egy icipicit még sötétebb is a háttér. És akkor ide még rá lehet pakolgatni icipicit. De hát ezek ugye itt aránylag elég közel vannak egymáshoz, ezek a túlsúlyok. Akkor megint egy kis kontrasztra mennék rá, ugye itt látjuk ezt a kis kocka és a háttér kapcsolatát, itt is azt látjuk, hogy egy picit erőteljesen, most csak azért fordítottam meg, hogy egyenesünk meg legyen, tehát nem azért, mert az előbb azt mondtam, hogy nem, és akkor itt megint csak
elindíthatjuk. Látjátok, itt a sötét az erőteljesebben érvényesül a kontraszt hatás miatt. Tehát akkor azt, hogyha hunyorítottok, fogjátok át, akkor itt is egy picit-picit erőteljesebben meg lehet ezt a tónus értéket keresni. És akkor talán még itt is megjelenik egy valami. Az a célunk, hogy egy olyan másfél órás rajz után, másfél óra tónussal nagyon szépen meg tudjuk nézni ezt a megjeleníteni ezt a beállítást. Itt is megjelenik még valami erőteljes tónus, majd ide visszatérünk, akkor ugye itt megint csak egy világos dolog van. Ugye itt van egy világos fény, ugye, ami eléri, akkor megint csak erőteljesen meg fog hatni. Felületeket képezni. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a felületek jelenjenek meg, és akkor ugye ezt végig összemossuk egy picit. Nagyon kell vigyázni, hogy nagyon nagy távolságot a vonalak között nem szabad hagyni, mert önálló életet kezdeni. Tehát, hogyha mondjuk én két ilyen vonalat, akkor mit jelent az a két vonal? De ha sűrítem, ugye akkor tónusként fog megjelenni. Hát erre nagyon oda kell figyelni, és az sem baj azért, hogyha alatta egy picit a szerkezettel megjelenik, hát nem az a cél, hogy teljesen is terjedt rajzot készítsünk, és akkor jön a árnyék, ugye? Ez lesz a vetett árnyék, ugye ezen is valamilyen vetett árnyék jelenik meg, tehát ez is sötétebb. Ugye azt tudjuk, hogy fény, surló fény, önárnyék, vetett árnyék, tehát ez a vetett árnyék lesz a legsötétebb. Látjátok, egy kicsit elmozdítottam ezt a bizonyos 45 fok és arra rá egyszerű vonalat, mert ha egy picit itt a visszintes irányba tudok rámenni, tehát addig tekerem a egyes szögeket, amíg ez visszintesnek lesz, ezzel még jobban ki tudom ezt a síkot fejezni, amit megjelent. Na most itt még van egy nagyon érdekes dolog, amit szoktunk még használni, tehát hogyha hunyorítva megfigyelitek, ugye hát ez itt egy vetett árnyék, természetesen majd fogtok tanulni, hogy a kocka éle hogyan veti az árnyékokat, tehát hogy mik jelennek meg. Itt valószínűleg a tetejének az árnyéka jelenik itt meg, ezen, mert valószínűleg biztos. De ezt a vízszintes síkot még egy kicsit hangsúlyozni tudom. Hát nem is ezt akartam mondani, hanem azt, hogy ha itt megfigyelitek, ebben a részben egy ilyen sötét zúg jelenik meg. Tehát ugye ez is derít ide, vagy vete árnyékot, ez is ide visszaverít, ez is. Tehát itt majdhogy nem össze lehetne mosni ezt a egy vonalat. Hát épp hogy csak jelzésképpen ezt ide bele tudjuk húzni. Na és akkor itt még megint csak a vízszintes irányok, ugye ez még a talajon megint jelenik. Árnyék, ugye, amit ez az egész beállítás itt produkál nekünk. De, tehát ezt a végét a kicsit ki is visszük. Egy kis sötétet ide rakunk, hogy érzékeljük, hogy ez
mögé csúszik, és ugye talán hiába irányít is ez a dolog, még már kevés fényt kap, egy kicsit ez sötétebben jelenik van. Na, akkor még itt az elején egy icipicit, ugye a kontraszt hatás miatt, tehát hogyha figyelitek, én innét ezt már nyugodtan levilozgathatnám, hiszen ez egy nagyon világos felület. Érdemes mindig lesöpörni a radírt, mert képes a vonalat ráhúzott ceruzával, akkor belenyomódik, tehát hogy akkor ez itt világos. Itt is már talán ezt a nem látható jel egy picit le tudok szedni. És akkor nézzük még egy kis kontrasztot itt a világos-sötét találkozásánál. Ezt hát, rajzoljuk. Na még a prizmáról egy icipicit, meg a háttérről, és akkor talán ennyi elég is lenne a tónusból. Ugye hát minél több időnk lenne, annál több ilyen tónus lehetne felrakni. Ugye itt is egy ilyen, igazából egy önárnyékos rész jön rá. Hát látjuk, hogy ugye ezen is megjelenik. Na most látjátok, hogy itt viszont egy picit olyan irányjal kezd egy tónushozni, ami megint csak ezt a síkot fejezi ki. Ugye, hogyha én ezt porózusan csinálom, és sok időm lenne, akkor teljesen mindegy lenne, hogy hogyan tónushozom, hiszen egy idő után ezek a vonalak eltűnnének. De hát most ebben az esetben, ugye ezek itt megjelennek, tehát egy kicsit ugye megint csak ez a két irány, és erre még egy másik irány, amiben rá tudok lenni. Ezeket tudom itt szépen még ezt a felületet itt megrajzolni, tehát megtónushozni. Jó, szóval sose úgy csináltuk, hogy egy rész, meg még egy rész, meg úgy. Azt szoktuk mondani, hogy akkor egy olyan nagyon furcsa tónus keletkezik rajta, mint amikor a füvet nyírják, és akkor ilyen csíkok jelennek meg rajta. Tehát ezért érdemes egy picit ugye ezeket az amorf betöltésekkel, tehát az amorf ebben azt jelenti, hogy akár azt is mondjuk random, tehát most ide rakok, oda rakok, amoda rakok, de a végén egy egységes felület fog létrejönni. Ugye, és hogyha hunyorítva nézegetjük ezt a beállítást, akkor nagyon szépen látni, itt is azért valamilyen kis árnyék meg fog jelenni, mert ezt is be tudom tömni. Talán még itt ugye a sarkára is valamit rávettünk, tehát akár ezt is, ugye itt visszaállok meg erre a két irányba. Aztán, ha nagyon zavaró ilyen lukak vannak, akkor azokat megint csak betömöm ezzel a két irányba. És akkor nézzük meg még mi az, ami itt kimaradhatott ebből az egészből. Hát egy biztos, hogy itt a háttérrel lehet-e valamit kezdeni. Ugye az első dolog, ami szembe tűnő talán, hogy ugye arra nagyon kell figyelni, hogy ne egy ilyen forma követő tónus jelenjék meg, hanem próbáljuk meg egy ilyen úgynevezett eloszlatni ezeket a felületeket, és akkor nem lesz vége. Ugyanis, hogyha a forma követő mindenhol ugyanaz lenne a mélysége, abban az esetben ugye az ember keresne valami formát. És hát az mindig problémát okoz, hogy most itt a kígyó lenyelte a szekrényt, és akkor azért néz ki úgy. Hát próbáljuk meg ezt a felületet ilyen kicsit így elveszegetni. Hát forma nélküli lé varázsolni.
Ugye megint csak a forma lenne erőteljesebb egy kicsikét, tehát bátran oda tudjuk rakni a sötétet, ez térbe is hátrát húzza az egészet. És talán ide a tetejére is kéne raknunk, mert hogy ugye akkor fog szépen térbe hátra csúszni. Most akkor ide is egy kis sötétbe még pakolunk. És ha nagyon nem érzékeljük a formát, tehát nagyon felpúl, akkor bátran bele lehet húzni, csak ugye olyan tuns mélységgel, amit aztán bele tudunk mosni szépen a szemben. Itt megint csak egy kis tunst oda tudunk adni, és ezt megint meg tudjuk pusztatni. Ezt a részt. Akkor talán ide lehetne egy kicsit rakni, ugye erről beszéltünk, hogy itt ilyen árnyékzúg van, tehát itt együtt is lehet az egészet kezelgetni. És akkor még egy nagyon picit talán a háttérrel is tudunk foglalkozni, hát hogy az se legyen teljesen fehér, megint csak egy ilyen szerületet létrehozni. Ebben az esetben akkor még ide muszáj ezt fölpakolni egy kis tűnőt. Tehát eljutunk egy olyan stádiumra, amikor kedvünk van már tónushoz. Tehát azt látom, hogy most ide teszek egy kicsit, akkor ide teszek egy kicsit. Tehát az már nagyon jó érzés, ugye, amikor az ember csak csinosítgatja a rajzát, és akkor bátran tud pakoláztatni. Itt is talán egy kis sötétet még rá lehet vinni. És így elveszettük. Elindítjuk, elveszettük. Na hát szerintem ennél többet nagyon nem kéne csinálni, most egy picit talán megradírozgatjuk. Várjátok, itt a nadrágon szépen. Ugye, hogy egy kicsit ilyen konkrétabb legyen. Nagyon ügyesek, azok egy papírlappal bátran kiradírozgathatják. Ugye most ezeket a felületeket szép, erőteljes kontraszt hatások jelenjenek meg. Picit beleradíroztam, nem olyan gondolom, ezt vissza. Rakosgatjuk, és talán még itt egy pici-pici sötétet. Ugye ettől a ponttól kezdve már majdhogy nem nagyon sokáig lehetne rajzolni, tónushozgatni, hiszen én itt már nagy kedve van az embernek ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a beállítást. Itt is van egy kis fényem, ami fontos. Talán itt is. Tehát a radírral is majd, hogy nem ugyanúgy lehet rajzolni, mint a ceruza egyével. Tehát ezzel is tudunk rajzolni. Na, és akkor még itt ezt kiszedjük, hogy szép függőleges legyen. Lesötődjük, valaki nagyon akarja, akkor még egy kis lakkal, egy nagyon olcsó hajlakkal le is fújhatja, de maszatolódjon. Kérem szépen, akkor én úgy gondolom, hogy ennél többet nagyon nem is kellene készíteni.